Egy zenekarban nagyon fontos féllarakokáért a tolerancia. Egymás hülyeségét is el, sokszor napokig együtt összezárva utazva. Sziasztok! Ez a Kulisszák mögött című podcast Kossuth Lajossal és Ár Istvánnal. Műsorunk zenészekről szól, nem csak zenészeknek. Tartsatok velünk, jó szórakozást! Üdvözlünk mindenkit ebben a podcast sorozatban. Mai vendégünk egy kiváló gitáros kollégánk, Sárközi Lajos. Szervusz, szia! Sziasztok, szia! Hello! Szóval a közönség lát téged a színpadon, fantasztikus technikai tudás, illetve stabilitás az, ami jellemez téged, mint zenészt. Az emberről a hangszer mögött azonban nagyon keveset lehet tudni, majd erről is szeretnék egy pár szót veled beszélni. Viszont arra kérlek, mesélj már pár gondolatot magadról, hogy ki is a Sárközi Lajos valójában, és mi az, amit nekünk tudni érdemes rólad? Jó, hát akkor kezdem. Adja a lényeg, amit szerintem ti is tudtok, hogy fiatalon születtem. Igen. Hamar beleborultam a zene világába, és édesapám elég nagy zenehallgató volt. Ő egy picit sokkal több mindent evett így zenei vonalon, mint én. De nekem megragadt ez a Sputnik Ventures, Shadows része a dolognak, tehát ezek a gitárzenék. És hát onnan jött az ötletem, meg hát azt tetszett meg igazából teljesen. Annyi a lényeg a dolognak, hogy ezek után elkezdtem gitározni, a szüleim sportolót véltek bennem felfedezni, tehát ők erre az útvonalra akartak terelni, mondták, hogy oké, a gitározás, de hogy a mellette nem hagyhatom abba a akkoriban súlyt emeltem. Mondtam, hogy oké, persze, természetesen abba hagytam, és maradt a gitár. Elkezdtem gitározni, aztán elmentem a Nagyfilacihoz, mert itt a, nálunk itt a lakótelepen a akkori pártházba, Kosvár könyvtár, próbált a Nihil együttes, ahol a Laci gitározott. És elmentem hozzá gitározni, mert úgy láttam, hogy jó, hogyha valaki elmagyarázza azokat a dolgokat esetleg, amit nem értek, hiába esetlegesen jól vettem az ugrásokat. Elmentem hozzá gitározni, és hozzájártam egy jó 3-4 évet, azt hiszem. Utána meg abbajtam nála a tanulmányaimat, és hát akkor így már ugye az első időszak óta, amióta gitárt vettem a kezembe, hát a zenekar, és akkor persze hát már volt kis zenekarunk, akkor még Dozer néven futott. Hát akkor már így belebonyolódtam, akkor már így a tanulmányok, meg kottolvasás, meg ilyenek, azok már annyira nem érdekeltek. Természetesen igyekeztem fejleszteni magam az akkori lehetőségek szerint. Aztán így lépcsőről lépcsőre. Ugye lett a Sámán zenekar, akkor én meg a Légió zenekarba is beugrottam, évet, az hiszem, utána jött az Ómen zenekar, utána meg a Kalapán zenekar. Ahol most is gitározol. Szóval a Sámán zenekar azért az azelőtt volt, mielőtt a Nagyfihoz elmentél gitározni. Tehát ott te már tudtál azért gitározni, nem? Tehát, hogy nem teljesen a kezdettől, tehát nem teljesen az alapoktól kezdtél el tőle tanulni, ha jól tudom. Hát ez úgy volt, hogy ugye megvettem, vagyis hát igen, megvettük szüleimmel az első gitáron, egy akusztikus gitár, és egy jó, mit tudom, fél évet próbálkoztam otthon vele egyedül haladni, meg olyan osztálytársaim is egy-kettő volt, aki már picit korábban kezdte a dolgot, tehát ők is gitároztak, és akkor így egymástól elszedegettük a megtanulgattuk a dolgokat, amit tudom, egyikük nem értett, a másik értette, mutatta, így könnyebb, úgy jobb, stb. És hát igen, akkor alakult. Először Dozer néven voltunk, de az még ilyen szoba zenekar voltunk, tehát azzal nem léptünk föl sehol. És utána lett a Crossfire együttes, hogy a Boli Zsolti, mindenki ismeri névről legalábbis, ők beneveztek az Aorta nevű tehetségkutatóra az Almási téren, és mivel közben miután beneveztek, és valami összeget kell befizet, nem tudom, és hogy ne vesszen kárba, ezért a Zsolti gyorsan összerántotta a baráti köréből egy zenekart, mert közben felosztottak, akik beneveztek, már az a zenekar a Crossfire. Ott játszottunk két dalt, és onnantól indult, utána lett Sámán,
a neve a zenekarnak, és akkor haladtunk tovább. A Sámán zenekarról beszéljük már egy keveset, szóval volt két korszaka ennek, de és most nem ilyen történelmi vagy interjú jellegű áttekintést akarok, csak egy pár dolog érdekelne ezzel kapcsolatban. Volt 85-től 87-ig, aztán volt egy kis szünet, és 90-től 92-ig. Na most ez a csapat az Ossziánnal egy időben indult. Így És van, azok. Igen. 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 Most egy kicsit mesél már nekünk erről a 80-as évek korszakról, hogy milyen volt akkor egyáltalán metálosnak lenni, metál zenésznek lenni, mennyire lehetett beilleszkedni akkoriban a társadalomba. Egy pár gondolatot azoknak, akik akkor még nem éltek, adjunk már át, hogy milyenek voltak a próbatermi körülmények, vagy egyáltalán hogyan viszonyult a hatóság ezekhez a dolgokhoz. Megtisztelő zenészt mondtál, mert akkor még nem voltunk zenészek, hogy a Balóbek István barátom mondta, mi hobbisták vagyunk, tehát a hobbinknak élünk, így van. Hát akkoriban, ugye hát akkor még működött ez a rendőrök igazoltatta sarokról sarokra, tudod, mert hosszú hajad volt, farmer csak a bőrcsekin, tehát így ezt a részét nem kedvelték. Tehát folyamatosan szemmel tartva voltunk. Nézd, a metal zene, ahogy a Nagy Filaci is megfogalmazta annó, amikor már bekerült ő is a pokolgépbe, hogy a metal zene az itthon mindig is a megtűrt paletta. Szükséges rosszat láttak benne a hatóságok, mert lázadó. És kimerték mondani esetlegesen azt, amit ők nem szerettek volna hallani, vagy hogy egyáltalán tudnak erről a dologról, hogy a fiatalok így éreznek, hogy ők is igenis, ez így nem jó, hogy van. Aztán, hát úgy tömören ennyi. Hát ez a megtűrt palett, az a tudott rák lett ragasztva, hogy akinek hosszú haja volt, az... Hát meg a pankokkal ugyanaz volt, tehát tarajosokkal. Kevés lehetőség volt akkoriban, főleg egy kis kezdőzenekarnak felépési lehetőségre gondolok most. Akkor is esetleg úgy lehetett bekerülni egy nagyobb bacska színpadra, úgymond, vagy egyáltalán egy koncertre, ahol egy akkoriban menő, nagyobb zenekar, ha fizettél némi összeget, és akkor lehettél az előzenekar. Ez így működött akkoriban, szerintem mostan sem. Igen. Igen, valószínűleg igen. Igen. Mi volt az oka annak, hogy a zenekar nem tudta kiadni a lemezét? Mert hogyha jól tudom, ezt több mint egy évtized múlva, hogy az első és egyben az egyetlen lemez, az 2005-ben jelent meg a Metal Hammernek köszönhetően. Mi volt az oka, hogy a 80-as években ezt nem tudtátok kiadni? Hát akkor így alakult. Annak nagyon örültünk, mondjuk minket a Belobert Pityúval, a vasúgyitárossal akkor megvittek katonának, de megjelent a Nagy Peró segítségével, szervezésében, vagy nem tudom már, hogy ő milyen szerepet töltött. De ő intézte ezeket a dolgokat, a Robbanás veszély című lemez, amin a Sámán is két dallal szerepelt. De utána semmi. Erről a részről, erről a lemez kiadás felületét, és általános ismertséget szerezve ezek által, ez így elmarad. És akkor a végül is a Metal Hammer, Hammer Records bevállalta ezt, hogy konkrétan az akkoriban játszott dalokat, 2005-ben talán? 2005-ben, igen. Akkor rögzíthettük az elmaradt dolgainkat, játszottuk, amit akkoriban kellett volna. Akkoriban lett volna jó igazából, így is volt, de hát ez volt. Az Ossziánnal kezdtünk együtt, még emlékszem, így a Sámán részéről. Az Almási téren volt egy koncert, ilyen a több zenekar is fölépett, tehát nem fesztivál jellegűnek mondhatom. És az Ossziánnak is akkor volt az első koncertje, meg nekik is. Most csak így mondom, hogy... És akkor ők villámgyorsan, úgymond, hát villámgyorsan az azért húzás, de a mások zenekarokhoz képest ők kevés idő alatt megtették azt az utat, amit nekünk az az út hosszú volt. Tehát ők így befutottak, na hát szokták mondani. Mi volt ennek az oka szerinted, hogy az Ossian hamarabb elérte azt a népszerűséget? Gitáros részről azt mondhatom, hogy a Maróti Zoli az profi volt, is, mint én. Hát az Endének gondolom a szövegei, hát egy más, ja, és egy más karakterű zene volt, metal volt természetesen, nyilvánvalóan. Hát akkoriban ugye, amikor jelent meg a Ossziának az első lemeze, Acélszív, talán azt hiszem. Az Acélszív, igen, de azt most így hirtelen nem tudom, most utána kellene néznem, de úgy valamikor 80-as évek szerintem. Na mindegy, tulajdonképpen az addig összerakott és koncertekre játszott dalaiból készült az a lemez, Acélszív. Tehát igazából mi már hallottuk, mert nem egyszer voltunk velük, azt hiszem az ifi
nem, a Csepeli ifjúsági parkja, Csepelen. Ott is játszottunk együtt, tehát együtt mentünk mindenhova, lehet sok helyre. A pokolgép Igen. az hol volt ez időtájt? Vagy ők hol tartottak ezen az úton? Hát ez idő, tehát nekik már azóta volt, nem ez. Tehát ők már azért Abszolút. kicsivel előrébb jártak. Nem, de hogyne, 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 hogyne. Hát még emlékszem, amikor a Lacihoz jártam gitározni, pokolgép plakátokat a haverommal ilyen ennyivel ragasztottunk ki segítségként, mert tudod, a koncertekről ilyen plakátokat a hirdetőtáblákra, bárhova tudtuk, fölnyaltuk, tudod. És hát ő már úgymond befutott zenekar volt, tehát ott a teltházas koncerteket adtak akkoriban, ilyen művelődés házak, FMH, meg jól játszottak még egy csomó helyen, országszerte is természetesen. A Sámán után volt a következő állomás, ugye az Ómen, hát amiben úgy kerültél be, hogy a Szekeres Tamás kilépett, és akkor ajánlottak téged oda. Igen. Azt szeretném kérdezni, hogy milyen volt együtt zenélni az egykori mestereddel? Hát nagyon nagy megtiszteltetés, és örültem, én majom a parkának, így szokták mondani, azt hiszem. Hát kurva jó volt, hát mi már ismertük, mert a Zozó egyébként dobolt a Sámán zenekarba is, a nagy Fizozó. Csak hát ugye ott nem készült el semmi, és akkor ők egyszer csak lejöttek próbára, és akkor került el. Ő mondta, hogy ezt így abba hagyja, mert ezzel nem jutott semmire, úgy tűnik. És hogy akkor ment el a Ricsébe talán, hogy az Ossziánba akkor nem dobolt. Hát is tudom. Na mindegy, már teszek vissza így ennyi távlatából. Ez 94-től 2000-ig tartott ez az ómenes időszak. Már úgy értve, hogy volt egy új alakulása, ez majd a később esetleg tudunk arról beszélni, de hogy te ezt az ómenes időszakot, ezt hogy élted meg? Mert Magyarországon, meg nem csak Magyarországon, hanem ugye a zenei életben a 2000-es évekig, 94-től 2000-es évekig volt egy olyan zenei áramlat, ami egyáltalán nem kedvezett a metal zenének. Tehát, hogy éreztetek ti ebből Volt. akkoriban valamit, hogy kevesebben járnak a koncertekre, vagy egyszerűen maga a metal zene egy kicsit, mintha egy lefelé elindult volna? Emlékszem arra az időszakra. Én amikor 93-ban bekerültem, ugye, amikor a Szekeres Tomi kilépett, a Daci Zsolti, illetve hát a Metalhammeres cselő ajánlásával, tehát ő igazából ők toltak be oda valamilyen szinten, meghallgatásra tudott, mentem meghallgatásra. És hát ilyen sikerült bekerülnem a zenekarba, majd valóban, amit mondtál, hogy eljött az az időszak. Akkoriban még jól ment a metal itthon. És egyszer csak jött egy ilyen hullám, hogy a metal zen az így lefottyanta. A lejjebb esett a ranglétrán, úgymond. Mert akkoriban azt hiszem a Sony Music adott volna ki nekünk egy lemezt. És ez egyik is volt olyan szempontból, hogy mondták, hogy hát most ebbe a perpétum, ebbe a egy-két-három évbe a metál az most így nem annyira, úgyhogy ők nem vállalják be ezt a dolgot, hogy kell-e ide még egy metál lesz. És hát akkor érezhető volt persze, de egyébként valamilyen közösségnek is. Egy jó darabig ugye a Jelep albumot ki lett adva az Omentől, onnantól kezdve ilyen föltelőivel sok ember jött koncertre, tök jó lett minden. És egyszer csak jött egy ilyen részed, amit taglaltak az újságok is, meg a hozzáértők, hogy miért is van ez, meg stb. Erre már emlékszem, hogy mitől is kezdődött ez az egész. De nem tartott sokáig, mert azért a maga az eljárt koncertekre, tehát a kemény maga, lehet úgy mondani. De valóban fogyatkozás volt közösségileg is, zene, lemez vásárlás terén is. Hát tényleg úgy mutatkozott ez a dolog, megmutatkozott ezekben is. 99-ben, amikor, hát már akkor az Omennek majdnem ugye vége lett, felkértek egy Ossian EP való vendégszereplésre, az utolsó lázadó címmel jelent meg ez az EP, és játszottál rajta. Honnan jött ez a felkérés, vagy mi volt az indítatás, hogy együtt dolgozzatok? Annyi volt a lényeg, hát ugye Endrékkel, az Ossziánnal kurva régóta ismertük egymást, ugye, mint mondottam az előbbiekben, hogy együtt kezdtük így a koncertezéseket, meg hát jó baráti kapcsolatban voltunk. És akkor, ugye akkor az Omen is jó pozícióba
volt még, igen, már azt hiszem, mikor volt az, 90? 99-ben. 90? Aha. És akkoriban ugye a metál is kezdett már visszajönni ilyen szempontból itthon és hazánkba. De azt hiszem egyébként a külföldi újságok is meg, tehát ott is valami történt. Igazából onnan gyűrűzött be hozzánk ez az egész, ez a most éppen nem kell a metál zene téma. Ja, és akkor az ember szólt, hogy mi lenne, hogyha Jóska is énekelne rajta azon a lemezen, én meg gitároznék egy dalban. Volt arról szó bármikor is, hogy te úgy az Osziánban, mint állandó tag részt vegyél? Volt, csak én megvártam arra, hogy mert akkoriban ment szét a Sálmán zenekar, és én mondtam, hogy én inkább megvárom, amíg miből összeállunk című. Tehát én ezt szeretném folytatni. És akkor ajánlottam a barátomat, ő Sálmán tag volt egy darabig, gitáros, Weber Attilának hívják, ő volt az Osziának a gitárosa nagyon hosszú ideig, tehát tizenvalahány évet gitározott náluk. És akkor mondtam, hogy próbálják meg, mert ő jó gitáros abszolút, és hogy magam helyett. Nem bántad meg, hogy nem léptél be az Oszciánba? Nem. Jó pozícióban lennék, úgymond minden tekintetben, mert ugye az Oszcián az nagyon repesz, még a mai napig is, több tehát házas bulik meg. Szóval jobban megy a tekér, úgymond, abszolút, de nem bántam meg sem. Nem, mert Értem. a saját kis fejem után próbáltam lenni, hogy nekem igenis ezt meg kell, hogy várjam, hogy lesz ebből még valami, és akkor hát ugye ajánlottam az Atus elment, beválasztották, onnantól kezdve már, még ha akartam volna, akkor se lehetett volna kapálózni szerintem már, hogy hát azért mégis jönnék, vagy valami, de meg se fordult a fejemben, nem. És nem semmiféle személyes vagy zenei okok miatt, hanem hát konkrétan annyi a zenei ok, hogy vártam a saját zenekaromra, úgymond, hogy újból megindulunk valamilyen szinten, és akkor most már tényleg tudunk előrébb is lépni, mint x évvel azelőtt, ami nem sikerült. Ezután jött ugye a Kalapács nevű formáció, ugye 2000-től, és ugye az Igen. Ómenből kilépett Kalapács Józsi, ezzel együtt a zenekar így fel is oszlott már, ugye, vagy utána azért új alakult egy időre, viszont te tovább dolgoztál Józsival, sőt, jelentős szereped volt a Kalapács zenekar felépítésében is, amiben te tulajdonképpen a korábbi Sámán tagokat raktad be, tehát végül a Sámán, mint olyan részben össze is át lehet azt mondani, nem? Hát igen, a Veszkicsi nem volt Sáván tag. Igen, hát akik most is a Kalapács, ugye nyilván a két belóbek testvére, a dob meg a basszusgitár mögött, velük játszottam a Sámánba, és igen, és hát ők voltak az első gondolatom ilyen szempontból, hogy jöjjenek, hogyha van kedvük. Elmondtam, hogy mi a nagyjából a történet, hogy a Jóska keres embereket, kínálna egy olyan zenekart, ami ugye, mert akkoriban Jocsi fölénekelte azt a... hát most nem tudom megmondani. A Poknak az első lemeze, ahol még a Paksi Endre írta a szöveget, Pokok érte. Na mindegy, azt a lemezkét, azokat a dalokat fölénekelt lemezre, és ott mondta a Jóskának, hogy hát ezt neki ajánlva, tehát hogy vigye tovább, mert ők ezzel nem turnéznak, ők csinálják a saját posztján dolgukat. És a Jóci megmondta, hogy akkor ő nyilván mind volt fogógép, érdekes, bevállalja azt az egészet, és kellett hozzá olyan ember, aki ezt meg túrrésztatja, ezt a levezt inkább így mondom. Tehát, hogy legyünk, játszunk, és ez lesz a műsor. És akkor meg lett beszélve, hogy nehogy már csak ennyi legyen, hanem mi is adjunk ki lemezeket, írjunk dalokat, és legyünk egy nem csak összerakott, hanem teljes képetmutató zenekar, aki tud működni maga is. Azt akartam még kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy a Kalapács Józsival megalapítottátok a Kalapás nevű zenekart, és tulajdonképpen ugye te is benne maradtál, meg ugye Józsi is, hogy ezt miért nem lehetett tovább Omen néven futtatni? Tehát nem lett volna egyszerűbb, mint most egy másik teljesen új zenekart megalakítani? Hát nézd, ez úgy volt, hogy a Jóci ugye kiszállt az Omenből valami miatt, ezt adjuk, és
Utána meg ugye nem csináltam semmit egy jó darabig az UNN-nel, és akkor én is ugye jöttem onnan. Majd én sem csináltam, nem tudom meddig. Hát egy pár hónapot úgy töltöttem, hogy valamit azért kéne csinálni, mert hiányzik. És akkor hívott fel a Jóska, hogy ezzel kapcsolatban, ezzel a kalapás gondolattal kapcsolatban. Tehát így lett, hogy mi tulajdonképpen eljöttünk az UNN zenekarból, és a Jóska ötletére megcsináltuk a kalapás zenekart. Nekem annyi volt a feladatom, hogy kerítsek embereket hozzá, akiben nem bízom, vagy látom esetlegesen. Tehát akivel már esetleg együtt is játszottam, stb. Hogy rakjam össze az együttest. Ennyi volt. És akkor Értem. innen értünk el ideig a mai napig is. Mi beszélgettünk arról, hogy hogy történt valami a 90-es években, hogy a zenével, ami ugye kihatott a metal műfajra is, és ezt majd Pisti meg fogja erősíteni, mert ő például nem metal zenész, hogy hát például történt egy ilyen, hogy Nirvana, történt egy ilyen, hogy Soundgarden, illetve ezek a zenekarok, amik rosszak nem voltak nyilván, viszont a metal zenére ez nagyon kihatott ez a hatás. Te Pisti, te mit gondolsz erről? De egyetértesz vele? Hát igen, egy kicsit, mikor bejöttek ezek a zenekarok, megmondom őszintén, hogy biztos azért is volt ezeknek egy kicsit létjogosultsága, mert technikailag azért ezek nem voltak ott, ahol a metal zenekarok. Most nyilván a grunge zenekarok kedvelői el fognak átkozni, de szerintem ez így van. Tehát egy kicsit olyan lájtosabb volt az egész, meg olyan egyszerű témák voltak. Olyan volt súlyuk, de valahogy egyszerű volt játszani. És szerintem ez is okozta azt, hogy elment ebbe az irányba egy kicsit. És várj, most jöttem rá, hogy ebben a Lajos is nagyon-nagyon hibás, mert túlságosan gyorsan és technikálisan gitározott, és már elege lett a közönségnek ebből lehet, nem? Ja, hogy voltak a gyerekek, tudod, és akkor csináljunk Omen Tribute zenekart, hát basszus, azt nem tudjuk eljátszani. Nem tudjuk eljátszani. De ja. Mit szólsz ez, Lajos? Mert erre van egy legendám, majd elmondom neked. Jó. Igazából a kisztőnek egyébként, hogy a konkrétan a igen, most már így beugranak dolgok, hogy igen, tehát más műfajból eredendően, tehát onnan indult ez az egész, hogy ez a metal részig is eljutott, és azért is lecsapódott rajtuk is, meg hát a többi metal zenekaron, de ki is, állítólag. Egyébként volt egy ilyen legenda, Barcikán, de Szalontai Péter barátunk, ezt neked mondom, Lajos, sajnos már nem él, egy kiváló barcikai zenész volt különben, és ő mondta, hogy mindig mentünk hozzá, ő volt a mi gitártanárunk akkoriban, és ő tőle kérdeztük, hogy lehet az, hogy az Omenben, meg a Pokolgében ilyen jól tudnak gitározni, meg minden, és akkor mondta, hogy Lajos, azért, mert azt hiszik, hogy kint Amerikában is mindenki így tud gitározni, mint az állat, és akkor ők is megtanultak így. Hát ugye azt tudjuk, hogy Amerikában rengeteg rengeteg zenekar, ugye stúdiózenészekkel játszott a felt, a Warrantól kezdve, de hát ez nyilván hard rock zenekarokról beszélek, és ugye hozzánk csak a legjobbak jutottak el, tehát ilyen underground metal zenéből nem sokat lehetett megszerezni ugye amerikaiból, nem? Hát nem igazán, igen. És ez számunkra is, ugye, amiket hallottunk, hát az inspiráló volt, hogy bassza, meg hát nekik is valami hasonlóan kéne ezt így előadni, meg játszani, meg fölkészülni, meg stb. Tehát, hogy mi is legyünk a közelükbe legalább a legségükkel azt a színvonalat, amit mint produkáltak ezek a nagyobb zenekarok, amik ide is eljutottak. Lemezboltok által, akik ráálltak erre, hogy a nyugati lemezeket hozzák be, és akkor ott lehetett hozzájutni, és válogatni, hogy esetlegesen mit szeretnél. Megvásárolni, és hazavitted, és örülni nagyon a parkára, hogy neked van egy ilyen lemezet, mutatod a barátaidnak, és akkor, na, akkor de jó lenne így szólni, de jó lenne ez, de jó lenne az, és akkor így. Érted, de ezt hogyan értétek el? Tehát hogy szedtetek le egyáltalán mondjuk egy bármilyen olyan lemezt, érted, ami még nálunk technikailag nem is volt ismert, tehát azok a trükkök, vagy egyszerűen a nagyfék már olyan jól tudtak gitározni akkoriban, hogy minden trükköt ismertek? A Szekeres Tomi az maximálisan, hát ő mindig is ugye ilyen gitár virtuóz és tanár részer is nagyon otthon volt, abszolút. Meg hát a Laci is, igen. Meg hát mi is turkáltunk, ahol tudtunk. Meg hát utána
Az ember ugye vásárolt egy lemezt, a egyik kedvencét, vagy éppen nem kedvencet, mert olyat keresett, amit még nem hallott, átvette a kazettára, és akkor azt órákig gyűjtve, azt a szegény kis kazettát rongyosra hallgatva, hogy leszedje azokat a dalokat és gitárszólókat, amiket ők játszanak. Hát persze, nyilván akkoriban ez nem ment úgy, ahogy ők azt ott följátszották, de megközelítőleg ő, tehát nagyon is rá lehetett ismerni a dalra, és akkor utána jött ez a korszak, amikor már hozzá lehetett jutni VHS-en ilyen oktatókazettákhoz, tudott különböző külföldi gitárosoknak az oktatókazettáihoz, ahol ő magyaráz is, és mutatja is lassan és gyorsan is, hogy ez hogy is kéne szólnia, itt is játszik. Volt ilyen nagy felismerés, hogy basszus, ezt így kell játszani, azt a mindenit. Tehát Ja, amit igen. esetleg már úgy gondoltad, hogy tudod. Igen. Ja, hogy. Persze. Persze. Vagy úgy volt, hogy mégse úgy szól, pedig mindent jól játszok, de mégse olyan, és akkor mondjuk egy ilyen kazetta hatására azt megtudtad, hogy ja, hogy ezt így kell játszani, és akkor már utána. Hát figyelj, a technikai részét igazából, meg hát ugye az egész dalnak az akkordmenetét, meg az egész dal felállítottságát le lehetett szedni, de az se úgy pontosan, mert ott is több szólamba játszottak, még az alapokat is, tehát ott nem úgy értem, hogy gitárszóló, és akkor van rajta több szólam. Hanem ott szépen, mint az ACDC-nél is, hogy ott is azért másokat fogdas a két gitáros, vagy Judas Priest-nél is, gitár részről ez bevált téma volt. És akkor mi azt akkoriban így leegyszerűsítve a középpontban találtuk. De rá lehetett ismerni a dalra, tehát semmi gond nem volt ezzel, csak nagyon-nagyon nem úgy játszották, hogy mi leszettük. Mi anyaghoz is jutottunk, akkor is néztük, hogy az, hogy, jó, hogy az ott fog, és hogy a miközben a másik, aha, tehát akkor voltak ilyen felismerések, hogy végül is. Hát mindegy, igyekeztünk. Melyik volt az a gitáros, aki a legnagyobb hatással volt rád, és amiből talán a legtöbbet merítetted? Ez jó kérdés, mert elég sokan voltak ilyen szempontból. Hát elsőképpen kedvenceket tudok mondani az apjúban, az Adrian Smith az Iron Maidenből, aki mai napig is valamiért a stílusával, meg az egész ember egy olyan, mit tudom én, a csaj lenyék, azt mondom, beleszerettem, de nekem ő volt, hát a Judasból a két gitáros, ugye, Scorpions, Def Leppard, én akkoriban ezeket hallgattam fiatal fejjel, hát nyilván még azt most is szívesen meghallgatok tőlük dalokat. Hát de úgy kimondottam, hogy na erre, hogy mit tudom én, hogyha én is instrumentális zenét játszanék, akkor mit tudom én, kiválasztom a Tony McElpine-t, vagy a kik játszanak még ilyen instrumentális zenét, sokan, és baszottyú gitárosok. Úgyhogy én inkább a zenekari gitárosoknak a munkáját néztem, mint is, tehát, hogy illeszkedik bele a zenébe, és hogy külön az az emberre, hogy álljanak a helyét mondjuk egy gitárszólónál, és milyen gitárszólót csinál, hogy játsza. Nagyjából egy tudok mondani ilyen dologról. Értem. Igazából nagyon úgy olyan, mint amit mondtam az előbb is, hogy ilyen kis pécizett nagy kedvencem. Tőle azt tetszett jobban, a másiktól az, a harmadiktól emez, ő mind a kettőt tudja, az arpeggioktól kezdve a sima pentaton skáláig, most csak így mondtam valamit. Ő ezt játsza jobban, azt játsza jobban. Tehát igazából nem szemeltem ki, úgy tetszett mindegyik. De na, óriás kedvencem volt. Mondom, az Eddie Smith egyedül, akit mindig is bármikor szívesen meghallgatok, mert a zenei dallamvilága az valamiért bejött. A Dave Murray meg ugye ott mellette, ő a Pupin szólós részét játsza, tehát ő a gyorsabb, egy perc alatt több hangot befog, mint más három óta alatt, de így kiegészítették egymást, és több jó volt. Egy kicsit hagyd legyek már gonosz, mikor én ezeket a zenekarokat, mondjuk nem mondom, hogy rongyosra hallgattam őket, bár az első Pokolóit lemezt, ezt nagyon sokat hallgattam, ezt megkaptam, de az volt az első ilyen rockzenei lemez, amit én kaptam és hallottam. És utána, ahogy hallgattam ilyen dalokat, Ossian, igen, Omen-től is, az volt az érzésem, hogy minden gitárszóló olyan, hogy ami létezik gitározásban technika, az beletettük a szólóba. És ezt most nem kicsit viccesen mondom, de az volt bennem, hogy vagyis inkább a kérdés, hogy ez tudatos volt, hogy mindent megmutatok, amit tudok,
Vagy pedig tényleg még fiatalon ekkora hév volt, hogy most aztán szétrobbantom a világot ezzel a szólóval. Hát persze, hogy ne. Benne volt az emberben, hogy na majd ő most már megmutatja, mert már úgy érezte, és másoktól is kapott visszaigazolást abból, arról, hogy jól csinálja azt, amit csinál, és tetszik is az embereknek, és akkor így az ember ezzel így föltöltődik, és még elhiszi önmagáról is, hogy jó. És igen. Tehát most egy picit elveszítettem volna. Mi volt a kérdés? Mert Hát, éppen... hogy ez tudatos volt-e, hogy amik voltak akkoriban ugye ilyen divatos gitártechnikák, tehát például ezek az arpeggiók, a tapping, stb., ugye a tremolókar használata nagy üzemben, és akkor úgy hallgattam a szólókat, és úgy mindegyikben volt minden. És hogy arra gondoltam, hogy na basszus, biztos itt az van e mögött, hogy na ezt most aztán itt, igen, most ezzel robbantok. De hogy nagyon sok dalban, vagy mondhatnám azt, hogy mindegyikben. Tehát akkor erre törekedtetek, hogy amit külföldről átvettetek, megtanultatok, azt itt is. Itt is hasznosítjuk. Igen, ez így volt tulajdonképpen. Volt itt a tapping része, tudod, amikor ütögetted a húrokat a nyakon, a jobb kézzel, a kezes. És van ugye az arpeggio, megmondom a többi skála. Tehát az elképzelhetetlen volt mondjuk, hogy legyen egy olyan dal, Minden amit bele lesz, kellett az rakni. nincs gitárszóló. Ez ki volt zárva, ugye, akkoriban? Akkoriban persze, hogy ne. Csak Ott riffelünk, ének van. minden, szinte minden dalban volt gitárszóló, nem csak itthon, kint is. Aha. Egy időben kezdtük el, és azt jelenti, hogy nem minden dalban van gitárszóló. Például, ugye a Igen, ez Bandának. később, mintha egy kicsit úgy kiment volna a divatból, ja. Vagy inkább valami nagyon húzós riffek vannak, és akkor mondjuk egy kiállás, vagy valami, és akkor úgy. Hát, és akkor valamit ott Aha. odarakni esetlegesen, de nem fontos a gitárszóló. Abba egy lemezem, mondjuk egy nótába rendben. Ez így adja magát, hogy ide nem kell szóló, mert ez elviszi a dal magát, tehát saját magát fújja előre, egyre följebb a dal, úgyhogy fölösleges egy gitárszólóval esetlegesen megszakítani, vagy egy más tolomvilágot bele mindig. Ez a helyben adja magát, amikor esetlegesen írjátok a dalokat, és akkor az így kiderül, hogy most ide fog kelleni, nem kell, vagy mi legyen, hogy legyen. Inkább csak legyen egy két szólam, két gitárral. De igen, valóban igazad, hogy mindent, akkoriban mindent igyekeztünk belesűríteni. Abba a lemezbe éppen, amit csináltunk, hogy minden dalba, ahol volt gitárszóló, hát ott igenis a legjobb formáját hozza az ember, és hogy még ha különböző technikákban nem is éri el a tanári szinte, de hogy ő abban is benne van olyan szinten, hogy ez fölkerülhessen egy lemezre, és megmutassa, hogy esetlegesen van egy dallamos része a magának a szólónak felépítésileg, és akkor legyen bele technika is. Mert ezt ahogy elnéztem egyébként, azt szeretik az emberek is, hogy kicsit pedig az embernek. Az eddigi műsorainkban nagyon sokat beszéltünk arról, illetve próbáltuk megfejteni, hogy mi az, ami megkülönbözteti az amatőr zenészt a profitól. És azt szeretném kérdezni, hogy voltál-e már olyan élethelyzetben, amikor megfordult benned, hogy valami más csinálj, vagy valami mást kell csinálnod? Tehát abba hagyni a zenélést, arra gondolsz? Hát abba hagyni, mert esetleg mit tudom én, nem tudtál megélni belőle, vagy esetleg egy olyan pillanat, amikor döntened kellett, hogy na most, mit tudom én, most eszel, vagy tovább zenélsz, vagy valami, szóval ilyen nagyon radikálisan. Ja, értem. Nem voltam ilyen helyzetben szerencsére soha. Hát az évek múlásával, így már lassan 40 éve nyúzbálom ezt a hat út, lassan. Hát igen, vannak olyan pillanatok, amikor így, hogy most kurvára nincs vele vitározni, vagy koncertre menni, vagy bármit csinálni. Tehát ilyenek vannak, de kényszerűségből nem volt még szerencsére olyan, nem voltam olyan helyzetben, hogy valami miatt, valami külső helyzet miatt kéne hoznom egy olyan döntést, hogy abba hagyom az emlővést. Egyébként meg lehet ebből a műfajból élni Magyarországon, vagy mint sok más zenésznek, neked is mondjuk kell mellette valamit csinálni, tanítani, stúdiózni, vagy esetleg bármi ilyesmi, ami a zenével kapcsolatos. Meg lehet, tehát ez a koncertek számától is függ. Régebben ugye a lemezeladás is közrejátszott eléggé, hogy mennyi lemez fogyott, mert azután ugye a jogdíjakat kapod, és akkor azt összevéve a koncert gázsikkal együtt,
Hát abból így meg lehet tényleg élni. Végül is most is. De Értem. nyilvánvalóan egy normál szinten. Aki egy kicsit többet akar annak, az többet. Több zenekar tart, már hogy több zenekarba játszik, vagy keres külön egy melóhelyet, ahol csinálja a dolgát. Ez változó. Melyik volt a legnagyobb szabású koncert, amin játszottál? Hát a Pecs a záró koncert, ugye amikor a Petőfi Csarnokot mielőtt lebontották, mi voltunk a legutolsó zenekar, már úgy Igen. ért, hogy igen, tehát úgymond mi zártuk a Pecsát. Elég sok nagy színpadon játszottunk, hogy ezt most így hirtelen nem tudom elmondani, hogy melyik volt az óriási nagy. Nyugatra nem, Ausztriáig jutottunk ilyen szempontból, Angliába jártunk már, ott inkább klubokba, főleg a téli időszak miatt. Nyáron meg itt volt. Mindegyik nagy színpad, jó, ha jó a, esetlegesen a személyzet, vagy azok, akik tudnak abban segíteni, hogy illetve nagy részük van abban, hogy szólaljon meg egy zenekar. De úgy kimondottan nem tudok mondani, hát, hogy mit tudom én a... Csak úgy mondom most, a Wiesbadenbe játszott, és az micsoda, kurva jó izé volt, de óriás színpad, meg stb. Nagy színpadokon játszottunk, de így nem megvan, hogy van-e így kedvencem, vagy... Értem, nem is azt akartam én tudni, hogy van-e kedvenced, hanem melyik volt az ilyen legnagyobb szabású. Meg még ugye arra is kíváncsi lettem volna, hogy esetleg találkoztál-e ezekkel a nagy ikonokkal, amiket felsoroltál, gitárosokkal, személyesen, vagy akár egy koncert alkalmával. Hát többször játszottunk úgy, hogy nagy ikonok és zenekarunk, volt az egész zenekarunk. Ezek mindig általában vagy a Szigeten, vagy máshol voltak, tehát más fesztiválokon. Hát csak az, ugye nyilván az időbeosztás miatt voltak előttünk, tehát nem a mi érdemünk, vagy bármilyen is. Tehát ennek nem köszönhető a dolog. De igen, volt. Hát az Acceptől kezdve a Komaré, a jó pár külföldi zenekarral, akik tényleg úgy voltak, aki nem is a Mena volt például, nem is engedett közel. Tehát ott a személyzetem engedett közel, minket a zárkalkozó. Az érdekes. De Érdekes. abszolút, tehát tényleg egy ilyen x-méteres távolságból jöttek ki az öltözőből, és akkor megyünk hátrébb, hátrébb, hátrébb. Ez érdekes különben. Többször játszottunk már mi is egy színpadon, és nekem feltűnt, hogy te sem nagyon szeretsz így a koncert előtt, meg után így kimozdulni ugye a közönséghez, vagy inkább a backstage-ben vagy te is, és ez azért van, mert annyira komolyan veszed az előadást, hogy egyszerűen mentálisan is fel kell rá készülned? Most lehet, hogy ez egy hülye kérdés lesz, csak én is egy kicsit hasonlóan vagyok. Tehát van, hogy egy koncert után úgy jobb így elvonulni, vagy én nem is tudom. Meg előtte is egy kicsit felkészülni erre az egészre lelkileg. Hogy ez nálad is így van-e, vagy hogy ezért van az, hogy te inkább ilyen visszahúzódóbb vagy így a koncertek alkalmával? Hát a koncert előtt azért kinézek, hogy hányan is vannak már, meg kik az ismerősök, esetlegesen a közelebbi ismerősök. De hát nagyon hamar visszahúzom a belevet hátra. Úgyhogy, de főleg azért ugye járatom a kezemet, gitár elő, és akkor én ott töltöm a koncert előtti időt. Koncert után meg, hát az meg abszolút az is. Nem tudnék olyat mondani, hogy na most mindig így van, tehát ez is ilyen abszolútus, hogy én most kivegyek-e vagy nem, de többségében nem. Aláírások miatt ki kell menni, tehát hogy is mondjam, mindig jön be a szervező, és mondja, menjünk át, menjünk át, menjünk át, és akkor kivegyünk. És akkor van egy ilyen protokoll része ennek a történetnek, ja. Igen. Ami tök jó, nem arról van szó, csak mondom így, ez is zenekaron belül is vált, hozzó, így a tagok között, mert mondjuk a Weiss kicsi, ő szeret ki mozdulni hátulról, és nap után mindig megtalálod. Tehát... Igen, ezt tudom. Igen, ez igaz. tehát, hogy előtte is, utána is, előtte kevésbé, de azért, de utána én is szoktam kimenni, de valamikor nincs kedvem. Hát ez az adott állapotomtól függő. Már hogy nem annyira be vagyok baszva, vagy ilyesmi, hanem mit tudom én, lefáradtam, leülök a seggemre, és nézek ki a fejembe. Volt már esetleg olyan, hogy mondjuk koncert előtt kicsit
erősebbre sikerült az alapozás, és neccesen tudtad végigvinni a bulit? Szerencsére nem sokszor, de volt. Hát igen, volt. De még az UM-ben is volt, hogy a dobos, a nagyfőzózó integetett a többieknek, hogy szedjenek ki a izéből, a kontrollból, mert egy ilyen nem tudom hány tized másodperccel, vagy századdal, vagy valamivel én mögöttük voltam. Tehát ott van a beütés, vagy valami, és én egy picivel később ütöttem be. De ez az egész nótára, meg szinte az egész műsorra helyez, vagy rakta. Na mindegy, szóval így az egész műsorban ez történt. Alapvetően azért nem jellemző ez, csak úgy kérdeztem, mert hát ugye zenészek vagyunk, gyarló emberek, előfordul az ilyesmi. Nálunk egy tagon kívül tulajdonképpen mindenkinek volt már ilyen esete, Ki az az hogy egy tag? a Zsolt, ő nem nagyon fogyasztta be, a Belugár Zsolt, a dobos. Ő nagyon ritka, amikor esetleg nyáron egy sört talán, még az se, tehát inkább vizezik, ásványvizet, csak egy üdítő. Tőled, Pisti, ezt még nem is kérdeztem, hogy neked volt-e ilyen. Erről nem is tudok, pedig már beszélgetünk egy ideje. Ja, hogy jó gitárossá ittam magam. Igen, jó, Láttam. rockstarrá Nem volt ittad. jellemző. Nem. Amúgy se Ja, amúgy sem iszok, nagyon is úgy szól, mondjam. igen, Igen. tudom. Volt, utána volt olyan, igen, hogy így, egyszer, talán egyszer, hogy így úgy elájultam egy kicsit, de nem volt jellemző. Akikkel zenéltem, ott már többen is voltak. Akik azt hitték, hogy jóra itták magukat, és nem. Igen. A műsorban vannak visszatérő kérdések, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy erre hogy fogsz reagálni majd. Ezeket neked is felteszem. Az egyik az így szól, hogyha lehetőséget kapnál arra, hogy korszaktól, nemtől, mindentől függetlenül leülhess bárkivel egy órát beszélgetni, akkor ki lenne az, vagy kik lennének ezek a személyek? Hát, ez jó kérdés. Ez eléggé váratlanul érintett, vagy ért. Tehát kortól nemtől függetlenül, anyanyelvtől Bárkivel, függetlenül. anyanyelvtől függetlenül, lehet a mit tudom én, a Hát a kedvenceimmel. fáraó kedvenceiddel, tehát mindenképpen A zenész régi lenne. kedvenceimmel. Igen. Igen, mert tőlük szeretném hallani, amit én úgy képzelek el, de és természetesen vétózzák meg, hogyha nem úgy van. Tehát, hogy szeretném hallani az zenémről. Nem az én zenémről, amit én csinálok, hanem akár technikai, akár bármilyen, akár magánéleti dolgokról szívesen meghallgatnám, hogy ő mivel jártának, hogy ják, mit csinálnak. Tehát ez engem még mindig foglalkoztat és érdekel. Ki lenne az, mondjuk, hogyha mondjuk három szemét lehetne felsorolni, ki lenne az, akit ki kéne emelni, ki lehetne emelni? Az Edienszi már nem mondom többször, mert szerintem az többször elhangzott. Ugye az lenne az egyik, a Matthias Szepsz az Boripiuszból, Wolf Hoffmann az Eszekből, hát mégis szerintem lenne több is. De ők ilyen alatt. Ja, meg a Judászosok, de a Judászsal játszottunk együtt, tényleg hát ilyen vagyok, őket kihagytam. Ők nagyon közvetlenek. Judas Priest. Tehát velük tudtál személyesen is kontaktálni a Voltunk koncert után? csináltunk fotókat, készfogás, ha még tudtam volna angolul, de szerencsére ott volt, aki tudott, úgyhogy valamit nekerektem. Mit Úgyhogy szólsz az jó. új lemezhez például? Nagyon jó, nem? Én egy nótát hallottam belőle, a jövőre. Igen? Azt tetszett. A Dáninak a lemeze az is jó. Hát, elég tudásos, tehát igazából azért talán nem kellett volna kiszállnia, vagy nyilván más okok miatt szállt, nem a vagy azt lehet, hogy a zenei összekülönbözés, hogy ha mindegy, nem tudom, miért Persze, szállt. ebben nem látunk bele. Azt akartam kérdezni ennek kapcsán, hogy felmerült benned valamikor is, hogy saját szólólemezt készíts? Nem. Miért nem? Mert nem vagyok felkészülve ilyenre. Abszolút. Hát gitározol már egy ideje, pedig. Ezért nem is vállaltam soha a gitároktatást, mert alkalmatlanak tartom magam hozzá. Ugyan türelmem van, de az véges. És hogy is mondjam, vannak hiányosságai, mint hogyha rákérdez a tanuló gyerek mondjuk például, hogy na akkor ez, hogy is akkor izé, ott jár a kottolvasás. Tehát elmélet is, akkor én nem tudok neki túl sok mindent nyújtani. Meg elmagyarázni, hogy miért is van ott az, és hogy az arra miért jó a másik hang, holott olyan falsnak hangzik.
Tehát mindegy. Szóval, de emlékszem még a, még a Rupcsics Ricsi, a Hosszának a gitárosa, tanított is jó ideig, és mondta, hogy jött egy kis csávó, kis gyerek, és mondta, hogy Ripsiétől szeretne megtanulni egy szólót. Hozta is azért kazettát, meg stb., és akkor videó, vagy CD-n már akkor nem tudom, vagy a DVD-n. És mondta a Ricsinek, hogy szedje már ennek később. És akkor Ricsi így, hát persze, jó, semmi. Mondta a gyerek, hogy elmegy vécére, a Ricsinek meg kikeregetett személy, és így nézte, hogy a fasz csinál a Petrucci. Végül is. Pedig a Ricsu az nagyon penge. Na, Igen. szóval ilyenekben nem akartam belevoltani soha. Szóval nem vagyok én annak jó tanár legyek. Ahhoz egy felkészült ember, aki akár technikailag is, akár zenei tudással is tudja növelni a tanítványának az érdeklődését főleg, meg a, hát az elkövetkezendő lépcsőket ő raknál alá. Nem is a tanításra gondoltam elsősorban, hanem ugye a szóló lemezre, ahol ugye nem kell megmagyaráznod semmit, hanem amit te benned van, azt ki tudod adni. Mivel, hogy nem csinálok sok dalt, minden lemezen egy vagy két dalomban. Régebben, amikor kezdtük, akkor de ez valamiért mindig a adott zenekarnál mindig így volt, hogy az elején ilyen öt dal, hat dal, stb. Valamikor egy picivel több, aztán lecsökken így a menet közben. Egy-kettőre. És így nem marad olyan gyersanyagom esetleg, amit úgy, na jó, hát ezt nem törlöm ki, mert ez szerintem tök jó, és akkor ezt felhasználhatnám egy ilyen szólólemez jelleggel, vagy összeállni még valakivel. Tehát nekem mindig is egy zenekarom volt, nem volt, soha, nem játszottam egyszerre soha két zenekarba. Nem volt rá indítatásom, vagy szólólemez. Igen, Nem is mondja. lenne akkora kerestet rá szerintem. Hát most itt azért, mert én vagyok a kalapásnak a gitárosa, azért nem sok napot. Tehát nem lenne a kiadónak se szerintem egy jó remény készről, ami visszahoznának a befektetett stúdió Hát fizetéseket. én nem biztos, hogy egyetértek veled, mert ugye aki megvenni ezt, az nem a kalapács gitárosának a lemezét, hanem a Sárközi Lajos gitáros nevét veszi meg, tehát hogy annak a munkáját. És egészen biztos vagyok benne, hogy nagyon sok embert érdekelne, konkrétan engem is érdekelne, de persze nyilván még van idő, tehát még fiatal vagy, 50, hány, 54 vagy 55 éves, hány éves vagy? 57 leszek. 50, jó, már 57. Na hát akkor, ugye, Ha, még jó, rengeteg, jó, még csak, na, így akartam. Szóval, úgyhogy rengeteg időd van még. kinek Lenne, mennyi tettek, igen. Igen? igen, hát ezt nem tudjuk előre. Szóval lenne egy nagyon komoly kérdésem, ezt még felteszem neked, mert kíváncsi vagyok, hogy mit válaszolsz Ajaj, rá, hogy igen. nem kell megijedni. Szóval Jó. nagyon sok emberrel, hát meg sok komoly zenésszel azért már játszottál együtt, és az lenne a kérdésem, hogy mi az, amit megtanultál a zenélésen keresztül az emberi kapcsolatokról? Már így a zenekarban? Vagy ugye a magánéletben? Vagy Hát hogy? akár a magánéletben is, akár a zenekarban. Tehát, hogy Hát mik figyelj, azok a... egy zenekarban nagyon fontos például a helyre a tolerancia. Egymás hülyeségét viseljük el, sokszor napokig együtt összezárva, utazva, stb. Tehát mindenkinek megvan a kis, nem a lűrje, mert ezt nem hívják tulajdonképpen, hanem a megszokott, az ő hozza magát, tehát így hozza. És én azt csípem is, tegyük fel, de ha recsípném, akkor is eszembe jut, hogy mit tudom én, nekem is vannak olyan hülyeségeim, amit mit tudom én leesett, ők is elviselnek. Tehát a tolerancia mindenképpen, hogy együtt tudjon maradni, és szeressék együtt csinálni azt, amit csinálnak. Értem. Te egyébként zenélnél saját magaddal egy zenekarra? Tehát a saját rigójáidat el tudnád viselni? Hát ez jó kérdés. Neked olyan jó kérdéseid van, hogy de így nézek a plafonra, hogy mi a fasz mondja. Hát, amit gondolsz. Ja, ez igen. Már hogy magam a zenélnék. Igen. Tehát, hogy kibírnám el magamat egy zenekarba, ha Igen, lenne. tehát így van. Akár emberileg is, vagy akár zenészként is. Aha. Hát nem tudom. Tudom. Ebbe így érdekes belegondolni. Szerintem
Szerintem néha azért elgúzni a gyógyszere. Már úgy értve, hogy nem tudni kollégálni a másik önmagamat. Nagyjából tiszta vagyok a problémáimmal, meg a hibáimmal ilyen szempontból, ha így minek hívják, hogy mindegy. És igen, néha a lassúságom, meg a egyebek az idegesítő idő után. Meg hogy esetleg, hogyha valami hazafele menet egy kicsit bekapkodok a buszba, amikor nézzük a filmeket, de már hazafele indultunk, akkor esetlegesen többször is elmondom ugyanazt. Ez ilyen idegesítően. Igen. Emlékszem, amikor régebben konkrétan másnap volt valami koncert, és de azért lementem az E-klubba, akkor még volt, tehát valami. És na, én most nem fogyasztok semmit itt, csak úgy lementem, akarok, csak egy csajok. És ezt olyan hajnal fél négy, olyan 10 fele mentem, de hajnal fél négyig bírtam ki azt, hogy egyre részegebb, ugyanaz az ember egyre részegebben jött vissza, oda, ahol álltam éppen, és egyre mindenki egyre részegebb volt, tehát egyre volt kapkodva. Most nem talajrészegre gondolj, hanem ilyen, hát valaki ilyen szinten tudta magát ütni, és kibaszott idegesítő volt. Hát és akkor így elképzelem, hogy amikor én esetleg ilyen vagyok a másik oldalon, hogy egy olyan emberrel beszélgetek, akivel, aki mit tudom én, éppen nem az, hogy ő sosem volt a még, hanem tegyük fel, éppen akkor nem. És hogy mennyire, hosszú távon mennyire idegesítő lehetek, tehát itt olyan egy órán keresztül. Ezzel én tisztában vagyok, és csak azért mondtam ezt a példát, hogy na, akkor már kurvára ideges voltam, úgyhogy be is dobtam valamit. Félőt hozzá. Lajos, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, köszönjük a beszélgetést. Megnyugtatlak, hogy egyáltalán nem voltál idegesítő, pedig több mint egy óráig beszélgettünk. Pedig És elmondtam én... egy ugyanazt. Nem, amúgy mindent egyszer mondtál. És hát én további sok sikert kívánok neked és a zenekaroknak is. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és nektek is főleg köszönöm ezt a meghívást. Nem volt ilyen részem még, általában személyes interjúk szoktak lenni, úgymond, de azokon se engem küld a zenekar, hanem akik jobban tudnak beszélni. Okay. Na jó, köszönjük köszönjük szépen, szépen. Lajos, legjobbakat. Okay. Köszönöm. Okay. Sziasztok! 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 Reméljük, hogy mindenki számára hasznos és szórakoztató volt ez az adás. Megpróbálunk minél több csatornán megjelenni. Szívesen várjuk a csatlakozókat a Facebookon, hiszen kíváncsiak vagyunk a ti véleményetekre is, illetve örülnénk, ha részt vennétek a műsor készítésében. Ha tetszenek az adásaink, kérlek iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, találkozunk a legközelebbi alkalommal.